Ez időtájt épp az 5. Bátaszéki Bornapok sikeréről kéne beszámolni önöknek, megszólítva néhány sztárt és fáradt szervezőt, vagy megelégedett látogatót, vagy polgármestert. De ez az ismert okok miatt elmaradt. Mindez azonban nem szegte kedvét a város kulturális életének szervezéséért felelősöknek, mint ahogy a civil szervezetek és baráti társaságok tagjainak sem, így hát a szabályokat a lehetőségek figyelembevételével összegyűltek, hogy eldöntsék, ki főzi a legjobb pörköltet Bátaszéken. És amíg a felnőttek a bográcsok körül tüsténkedtek, a gyerekek számára adva volt a lehetőség, hogy kipróbálják ügyességüket, közlekedési tudásukat, vagy egyszerűen csak ugrálják ki magukat. Elképesztően jó idő lett volna az 5. Bátaszéki Bornapokon a tavalyival ellentétben. De hát kell valamit csinálni, erről van szó, mert hogy az emberek azért kívánják és vágyják, hogy együtt lehessenek. És igaz, hogy most mondok egy számot, 200-300-an gyűltünk össze. Nem is jöhetnek egyébként többen erre a térre, vagy ilyen szabadtéri rendezvényre, de nem bánjuk, mi nagyon örülünk, hogy ennyien eljöttek, itt vannak, jól érzik magukat, a pörköltek rotyognak egyébként a bográcsokban, van egy kis program is a gyerkőcöknek természetesen, és jól érezzük magunkat, jól érzik magukat a bátaszékek, és számunkra ez a lényeg. 14 csapat vállalta a főzést, amiben sokkal inkább a közösségi lét megléte volt a fontos, mint sem a versengés. A szervezők további hasonló programokban is gondolkodnak az ősz folyamán. Amíg lehet, és amíg azért kormányrendelet, határozat vagy bármilyen utasítás nem jön ennek az ellenkezőjéről, illetve tiltó jelleggel, azért szeretnénk nyilván olyan létszámban és akkora számú közönségnek, amekkorának ezeket meg lehet tartani. Miközben incsiklandó illatok töltötték meg a teret, hosszú sorok kígyóztak a Német Egyesület asztalánál. Mert hogyha ünnep van Bátaszéken, akkor ez létes nélkül szinte elképzelhetetlen. Felkérést kaptunk a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft-től, hogy lesz ma itt ez a rendezvény, és jöjjünk el mi civilek is, tehát a Német Nemzetiségi Egyesület is jöjjön ki, főzzünk. De úgy gondoltuk, akkor a pünköskor járvány miatt elmaradt Rétes Fesztivált piciben, de megcsináljuk itt is, kínáljuk a réteseinket. Számunkra is meglepő volt ez most, hogy itt ekkora sikere lett. Úgy látszik, ki voltak ráéhezve az emberek. Mégiscsak van erre igény, és örömmel tölt el, hogy hosszú sorban kígyóznak az emberek az asztalunk előtt. Az idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját a Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület, akik ezt az alkalmat is arra használták, hogy közelebb kerülhessenek egymáshoz, feloldva a pandémia miatti feszültségeket. Nem csak azért, mert ünnepelünk ebben az évben, nem csak azért vagyunk itt, hanem hogyha Bátaszéken bármilyen megmozdulás van, rendezvény, akkor a Felvidék Egyesület kutya kötelességeinek érzi, hogy részt vegyen, nem beszélve arról, hogy ez egy remek alkalom arra, hogy egy kicsit újra összehozza a bandát, ugye itt a járvány ügy miatt, ugye fél évig nem is találkozhattunk, nem tarthattunk próbákat, és ez egy remek alkalom, hogy eljövünk, főzünk, beneveztünk a versenyre is, és újra együtt vagyunk, és jól érezzük magunkat. Nem felvidéki ételt csinálunk, hanem felvidéki férfi főzi az ételünket. Tehát megkértük Tóth Bélát, aki ugye felvidéki származású, és nagyon jó szakács, és már egyébként többször főzött nekünk. Nagysallóban is volt velünk, illetve itthon különböző rendezvényeinken, tehát már bizonyított, hogy nagyon finomakat főz, és nagyon jó szakács, és barátja az Egyesületnek, tehát nagyon nagy támogatónk, szponzorunk. Őt kértük föl, illetve Mikó Pistánk az, aki az ő jobb keze, meg a lánya Tóth Kitti, ők hárman vették igazából a kezükbe a főzést. Mi beszereztük az alapanyagokat, persze az instruálásuk alapján, és akkor ők készítik a remek művet. Marha pörköltet főzünk, amiben van egy kis csülök és köröm is. A zsíri végül a Nyald meg a Kanalam nevű baráti társaság remek művét ítélte legjobbnak, így ők büszkélkedhetnek a Bátaszék legjobb pörköltje címmel, és lettek tulajdonosai az Aranyfőző kanálnak.